Can't quick fix flood in 2 minutes. Bet is like a kocsiba, jó? És akkor papó megyen a borversenyre, hozzá neked az aranyérmet, elviszi a bort. Igen, a versenyre, mert lekéssünk róla. Jó legyél, jó kisfiú legyél papónak, anyának fogadjál szót, szép álmokat. Jó van, kicsim. Jó, már megyünk is, igen. Így, né, na. Így bizony. Lassan. Így, ja, várjál, leteszik, így, né. Igen, ja. Bizony. Jó van, kicsim, mindjárt már. Legyen ideje felvenni a gépet. Köszönjük, hogy beleférjen. Na, mehetünk, akkor induljunk el. Oklevél lesz csak ma. Ez az egy, az kész. Kriston Károly. Nagy István. Hétfőn majd kielemezzük, hogy milyen. Mertus János. Úristen! Megérkeztünk akkor a helyszínre. Megnézzük, ki tudjuk-e nyitni a pincét. Nem felejtettem már el azóta, hogy nem voltam itten. Igaz, hogy tegnap voltam utoljára, de azért... Hát, ha beszorult az ár, vagy valami ilyesmi. Ja. Gyertek utánam már. Na, most túl vagyunk rajta. Ezt a pincét nagyon büszke vagyok rá, hogy úgy mondjam, mert saját kézzel lett kiásva. Ezt én ástam, a haverom, az öcsém, meg a barátaim. Tehát olyan értelemben, hogy mikor, hogy értünk rá, de 5-6-an mindig voltunk.
legkevesebb igazát bányászoltam, mert bányánál dolgoztam lakatosként, de jártunk a frontra meg ide, aztán ellestük ezt a csákányos munkát, csak ennek a pincének az a baj, hogy nem elég kemény, azért van így beperedezve. Hát bizony ez testünk töredelmi verejtéke, úgyhogy ez nem olyan, mint némelyik barátom van, meg ismerőseim, hogy a szülei volt, a nagyszülei volt, meg vette, ezt úgy ástuk mi ki, pár haverom, meg én. Meg hát voltak idősebb bányászok, akik segítettek így kivágni, meg ilyesmi, de már sokan nem élnek közülük. Már sok haver is, a fiatal is meghalt, aki segített ásni is. Itt a második szomszédom, nem, harmadik, negyedik szomszédom, az is nagyon jó barátom volt. Együtt dolgoztunk a bányánál, szerelő volt, ő is a fronton. Szegény, ő is négy év, hogy meghalt. Lekotorjuk, hogy lemenjen, nehogy felakadjon itt nekünk. A szép jányoknak a szeme, mikor nagyon adja az évet. Szedünk rá még egyet, legközelebb nem kell majd. Így ne. Csak mozgok, majd azt higgyék, hogy... szeptember 27-én nősültem, 81. február 8-án, mert már született a fiam. Aztán összemelegettünk, így tudod, és abban az időben még falóhelyen már most nem úgy volt, mint itten, hogy meg az egész része, nem csak a falóhelyen, hogy ha megesett a kislány, akkor az majd csepet szégyen volt, tehát a szülők részéről, meg minden, mert igazi, hát na, hát nem illett annak idején, nem úgy, mint most, hogy ma ránézel, azt mondja, hogy meghalt. Nem is beszéltél még vele egy szót, sem. Igazat mondok, látod, rá is harangoztak. Már én nekem a jövőre nézve, én már nem nagyon még bírok, húzom az igát, az kész. Még annyi, hogy várom még a fiúéknak is, várom még az unokát, mert ott is készülődnek rá, már nem védekeznek. Úgyhogy már még ha úgy alakul, még az. Hát meg én nekem ez a borház volt nagy álmom, ez nekem ez a mulató rész, meg ilyenek, tudod? Van még egy kenyér gyerekek, aki még nem evett. Mert most már annyira beindul, hogy nem fogjátok bírni. Nehogy úgy gondolod már. Nem hiszed el? Pedig ez így van. Jani nyolcat szokott tenni. Igen? Egyáltó helyébe, persze. Jó tő, mert árnyomájú nem van. Hát, néha jön le csak olyankor, hogy te férjen bele. Az ámenne, de nincs kísérő, jegalambom el, kísérem leszek én a szeretem. De naik kísérő, jegalambom el, kísérem leszek én a szerető. Héten se javad naik réten, elveszted az öbre való. Na gyerekek, ez is befejeződött. Záróra. Ki.
vagyok tőle, angyalom ragyogom, szeretem a bort. Lábamon, alig alig állok, még is szeretnek a lányok, angyalom ragyogom, szeretem a bort.